A jó formában lévő nyíregyháziak nagyon megnyomták az első negyedet, az idegenben még nyeretlen fővárosiak ellen 10 perc játék után 17 ponttal vezettek a cápák. A folytatásban picit felzárkózott a TF Budapest, de a nagy szünete így is 11 pontos hazai előnynél vonultak le a csapatok. Fordulás után is küzdöttek a vendégek, de a Nyíregyháza abszolút uralta a mérkőzést, aminek a végén csak a különbség volt kérdéses, végül 17 ponttal nyerte meg a meccse Siska János együttese. Nagyon jól kezdtük most a mérkőzést, ugye okulva az előző mérkőzésünkből az MTK ellen, amikor nagyon langyosan kezdtük a mérkőzést. Most nagy ritmusba kezdtük, igen, ezt nehéz tartani az egész meccsen, illetve voltak fal problémák, amikor cserélni kellett, és nem tudtuk rajta tartani ezt a ritmust. Szobi Dániel először játszott a TF Budapest ellen, aminél 10 évet töltött el, mielőtt Nyíregyházára érkezett. A játékos szerint fontos, hogy a hasonló meccseken végig motiváltak maradjanak. Visszaüthet, hogyha ilyen jól kezdik a mérkőzés, hiszen elhisszük azt, hogy gyakorlatilag lezártuk, holott még van hátra 35 perc. Nehéz ezt ilyenkor fönntartani a tüzet, csak úgy, mint a győzelmi szériát is, mármint a motivációt, azt, hogy minden meccsre úgy készüljünk fel, hogy ezt 100%-osan tesszük magunkat, próbálunk. De mégis ott motoszkál bennünk egy-egy ilyen meccs közben is, hogy esetleg ma megnyertük, holott ez hiba, hiszen láttuk is, hogy vissza tudnak jönni 10 pont alá is. A mezőny legeredményesebb játékosaként 28 pontig jutó Czura Attila először lépett pályára a nevelő klubja ellen. Nagyon furcsa érzés volt az elején, az első negyedben nagyon izgultam, szerintem lehetett is látni a pályán, de utána már elkezdtem így kibontakozni. Jó volt azért látni őket, és gratulálok nekik, mert amúgy nagyon jól játszottak. Sajnos magas poszton nagyon hiányosak voltunk, ez látszott is. De utána szépen dobálták a hármasokat is. Én sok sikert kívánok nekik, és tényleg, hogy egészségesen húzza le mindenki ezt a szezont. A forduló további eredményei a következők: PVSK Veszprém 92-114, Salgótarján Nagykőrös 65-58, Budafok Baja 91-74, MEAFS Miskolc Budapesti Honvéd 83-86 és MTK Elite Basket Vasas Akadémia 63-60. A tabella élén a Veszprém áll 7 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve az egyaránt 6-2-es mutatóval rendelkező Nyíregyházát és Budafokot. A kék cápák szombaton Nagykőrösen lépnek pályára.